Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2024. szeptember 13-án péntek este 7 órától. Idén a fúvós hangszereket is sokan választották a kalocsai zeneiskolában. Az intézmény tanárokat keres az oktatásukhoz. Munka, barátság, szórakozás, ismét alkotótábor volt Dusnokon. Vaskó József az Andakalocsa FC új vezetőedzője. Kohány Balázs 7 év után állt fel a kispadról. A kalocsai Liszt Ferenc Művészeti Iskolában ebben a tanévben a zongora mellett több növendék is fúvós hangszeren szeretne megtanulni muzsikálni. Fehérvári István igazgató a Kalocsa TV-nek elmondta, az intézmény tanárokat keres, amely nem lesz egyszerű feladat, mert kevés a megfelelő képesítésű pedagógus. Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, most nem hirdett pótfelvételit a kalocsai Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola. Megteltek a tanszakok. A siker az egész tanári karnak köszönhető, hiszen egész évben több kiváló programot szerveztek, ahová a szülőket is meghívták. Ebben a tanévben sem lesz másként, sőt, meglepetést is terveznek a muzsika szerelmesei számára. Tervezünk új programokat, de azok a megszokott programok természetesen, amik már, hát hogyha azt mondom, hogy a legfiatalabb is 20 éve megy, ezek meg lesznek tartva, tehát kezdhetem a zenei világnappal, a zongoristák találkozójával, a kicsinyek hangversenyével, akik ugye bemutatkoznak az első két hangjukkal december 6-án, növendék hangversenyek, ugyanúgy kettő a kisebbeknek, nagyobbaknak. És hát a tavasz hozza meg az igazi nagy produkciókat, a tavaszi vidámságokat, a nagy növendék hangversenyt, és hát nem utolsó sorban azokat a koncerteket, amik például alapvizsgák, vagy záróvizsgák, vagy búcsúkoncertek, kifelejtettem a tanárdiák közös felléptű karácsonyi hangversenyt, tehát én úgy gondolom, hogy minden hónapban 2-3 olyan program van, ami közül bárki választhat magának. A 2024-2025-ös tanévre majd 500 új növendék iratkozott be. Az igazgató kiemelte, hogy első osztályos kisiskolásként nem ajánlott még zeneiskolába járni. Talán a legideálisabb az, amikor már írni-olvasni tud. Tehát én azt mondom, hogy második osztály, ha az elsős úgy gondolják a szülők, ez mindig a szülő dönti el, hogy ezt a nagy terhelést, és most nem csak a több kilós táskára gondolok, írni-olvasni nem tud, és még egy zeneiskola is a délután folyamán. Sok esetben van arra példa, hogy bírja a gyermek. De talán az a legjobb, hogyha átesik ezen az első traumán, és mondjuk már egy ilyen begyakorlott iskolába járó második osztályos, tehát a legideálisabb. Valamikor régen egyébként, csak hogy magamból induljak ki, a fúvósok 11-12 éves korban volt ideális a fúvós hangszereket kezdeni, csontfogazat, alkat, stb. Tehát ez mindig vannak ilyen készségek, amiknek meg kell felelni, persze attól függően, hogy milyen hangszert választ. A választott hangszerek közül most a fúvósok is kedvencek lettek. Mindig sláger a zongora, hála Istennek, tehát alapja mindennek. És most hála Istennek, hogy a zenekar ilyen fantasztikusan működik, ilyen monstre programokkal rendelkezik, mert most már megérett valóban arra, hogy bármit, éppen csak, hogy nem koncertzenekar, a fúvós hangszerek iránt megnőtt az érdeklődés, nagy örömünkre. Hát most gondolkodni és gyalogolni kell, hogy most legyen tanár. Mint megtudtuk, nehéz lesz megfelelő képesítésű pedagógus találni, mert kevesen vannak a pályán. Nyár végén ismét kinyitotta kapuit a nagy hagyományokkal bíró Bojki Lajos alkotótábor Dusnokon. Az egy hét alatt több mint 10 vendéget fogadott Hubert László festőművész. Rendületlenül, tele energiával és elhivatottsággal dolgoztak a legutóbbi dusnoki alkotótábor résztvevői. Az asztal mellett és a festő állványokon szebbnél szebb munkák születtek. A helyszín ismét a kiváló adottságokkal rendelkező Hub Art Galéria és Bagolyvár volt. Nem csak itt Dusnokon hagyomány, hanem több évtizedes múltra tekint vissza, ugyanis hát én csak valamikor 2006-ban csatlakoztam ehhez a táborhoz, az pedig úgy történt, hogy Kalocsán voltam az alkotótáborban, és akkor néhány évtizeden keresztül a Bojki Lajos visegrádi képzőművész barátom vezette, és akkor így meghívást nyertem így a kalocsai alkotótáborba, és ott ismertem meg a Lajost. Hát lassan jó kapcsolat alakult ki, és mindig a kalocsai tábor vége felé hallottam, hogy hát készülnek a
kalocsai tábor után mindjárt a Teresztenyei táborba. Hú, hát mondom, ott az eszencia, ott a nagyok gyűlnek össze, hogy hú, az micsoda nagy dolog. És akkor hát eltelt egy majd 10 év, amikor egyszer csak meghívtak ebbe a Teresztenyei táborba. Hú, hát ez nagy-nagy öröm volt számomra. És tulajdonképpen ez egy vándortábor, mert hát lehet 40-50 éves is akár. És mindig valahol, valamiért a lehetőség ugye megszűnt, és akkor mindig egy újabb helyszínt keresnek, és akkor ott folytatódik. Tehát gyakorlatilag ez volt Sopronban, Komlóskán. Majd egyszer csak Dusnok lett az új helyszín. Pontosan nem tudnám megmondani, de hát szerintem egy 8-10 éve lehet, hogy ez a hagyományos, augusztus 20-a környéki, magunk közt csak Bojki Lajos táborának nevezzük, mert azért ő, aki így összefog bennünket. Az egy hét alatt több mint 10 alkotó dolgozott a táborban. Volt, aki nap mint nap bejárt a galériába, de többen ott tartózkodtak egész nap. A szakmai munka mellett egyértelműen baráti találkozónak és szórakozásnak is helyet adott a Bagolyvár. Többen visszatérő vendégek a faluban. Olyan szeretettel várnak mindig Dusnokon. Ez a dusnokiaknak egy ilyen, nem tudom, belső ényük, hogy vendégszeretők. Ezt úgy tapasztaltam magamon is, ugye másút, meg itt is mindig. Meg hát a Lacinak a szeretete az meg végképp nagyon nagy. Szeretek idejönni a Lacihoz, mert itt már ilyen baráti kör van igazából, már ilyen együtt nyaralás van szinte, és akkor még festünk, vagy valamit alkotunk. Az alkotótáborban készült kisfilmet szeptember 19-én, csütörtökön este 7:30-tól a Múzsában láthatják a Kalocsa TV nézői. Augusztus végén jelentette be lemondását Kohány Balázs, az Anda Kalocsa FC vezetőedzője, aki 7 évig kormányozta a csapat hajóját. Helyét Vaskó József vette át, aki múlt héten kezdte meg a munkát Kalocsán. 7 év után váltott vezetőedzőt a vármegyei első osztályú bajnokságban szereplő Anda Kalocsa futballklub, amelynek kispadjáról az első fordulót követően szakmai és magánéleti okokra hivatkozva állt fel az addigi vezetőedző Kohány Balázs. A klub vezetése hamar megtalálta az utódját Vaskó József személyében. Vaskó József labdarúgóként több száz mérkőzésen szerepelt az NB1-ben és az NB2-ben, de edzőként is sikeresen dolgozott az utánpótlásban, valamint több vármegyei felnőtt csapatnál is bizonyított. Játékosként játszottam majdnem mindegyik osztályba, Dunajvásban nőttem fel. Játszottam NB1-be 16 mérkőzést, NB2-be 200 fölött, nem tudom pontosan. Persze, mint mondom, játszottam Megye-1-be is, játszottam Bács-megyébe is. Voltam edző Bács-megyében, Megye-1-be Solton, 2,5 évet. Voltam Fehér-megyébe, Megye-2-es csapatoknál. Voltam utánpótlásban. Az új vezető a Fejér megyei másodosztályban szereplő Nagy Karácsony csapatát edzette volna ebben a szezonban, azonban Kohány Gábor elnök hívására a kalocsai csapat mellett döntött. Nyáron elmentem egy csapathoz, Nagy Karácsonyhoz, Nagy Karácsonyba, aki tavaly harmadik lett a bajnokságban, és mert felhívtak a vezetők a bajnokság közben, hogy menjek oda edzőnek. El is fogadtam, és jött ez a lehetőség, Kohány Gabi felhívott 2 hete szerdán, hogy a Balázs az öcse lemondott, és minél előbb edzőt kell találniuk, és kis gondolkodás után elfogadtam. A csapat egyelőre 3 mérkőzést játszott a bajnokságban, és mindössze 1 megszerzett ponttal a tabella 14. helyén áll. Az edzőt arról kérdeztük, mivel kezdte ebben a helyzetben a szakmai munkát. Elsősorban az volt a célom, hogy minél előbb megtalálom a hangsúlyt a játékosokkal, az, hogy próbálják elfogadni, amit én képviselek. Nagyon nehéz, mert a felkészülést nem én csináltam. Tehát a keretet nem én állítottam össze. Nem minthogyha kétségeim lennének a Balázs vagy a Gabi munkája felől. Tehát egy nagyon jó keretet állítottak össze, ami képes lehet meglepetés okozni, egy jó helyezést elérni a bajnokságba. Most azon vagyunk éppen, hogy ezt a csúfos kezdést ezt valahogy próbáljuk rendbehozni, de én úgy gondolom, hogy játékosok vevők a munkára. Tehát jó a csapat hangulata. Attól függetlenül, hogy volt 2 vereséges döntetlen, de minden nap próbálunk belőle kijönni, mert mennek el a mérkőzések, és a pontokat még gyűjtögetünk el. Ehhez természetesen a legfontosabb az elkötelezett edzésmunka. Én olyan játékos voltam mindig, aki tényleg szerette a labdát, tehát nálam az edzésen a labda az mindig benne van, tehát minden gyakorlatban benne van.
Nyilván vannak olyan dolgok, ami elkerülhetetlen, ezek a tüdőr, ezek a monoton fizikai dolgok, tehát futások, de én szeretem a labdás gyakorlatokat, tehát a koordinációt, a nagyon sok labdatartást, a kapu érkezést, tehát ami nyílik se a futballistának a lényeg, az, hogy a labdával jó barátban legyen, és helyzeteket tudjon, gólt tudjon szerezni minél előbb. Kellenek is a gólok, hiszen a csapat jobb helyen szeretne zárni, mint a tavalyi bajnokságban. A vezetőséggel megbeszéltük, vagy hát ők említették, hogy az első öt hely a cél. Tehát minél, hát egy jobb szereplést szeretnénk, mint tavaly. Én úgy gondolom, hogy ez megvalósítható, mert képes rá szerintem a társaság. Az Andakalocsa FC labdarúgói szeptember 14-én szombaton 16:30-tól Lajos Mizsén lépnek pályára. Hazai közönség előtt pedig legközelebb szeptember 22-én, vasárnap 16 órától bizonyíthatnak a Kiskunfélegyháza csapata elleni mérkőzésen. Egy sikeres szezon után újult erővel és közel 200 fiatal sportolóval vágott neki a szeptembernek a 25 éves Méhecskék Sportegyesület, amely továbbra is várja a labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését. A hétfőn megérkező esős őszi időjárás sem szegi kedvét a Méhecskék fiatal sportolóinak, akik már aktívan készülnek az előttük álló meccsekre. A 25 éves sportegyesület egy sikeres szezon tudhat maga mögött, és szerencsére a tanév kezdetén ismét sokan szerettek volna pályára lépni. A szeptember is e fele tereli a gondolatmenetet, hogy valószínűleg, hogy az idén is jó évet fogunk tudni zárni. Több ok miatt is mondom ezt. Ugye nekünk a szeptember az mindig egy ilyen várakozással teli időszak, mert ugye elmennek szünetre a gyerekek, ki jön vissza, hányan leszünk, meg leszünk-e minden korosztálya, stb. És most a legkellemesebb gondunk az, hogy egyre több gyerek van, és a kollégáim meg viszont kevesen vagyunk, és elég nehéz úgy szétosztani a korosztályokat, meg a gyerekeket, hogy tényleg érdemi munkát tudjunk végezni, de hát ennél rosszabb gondjaink soha ne legyenek, és reméljük, hogy ezek a gondok mindig megmaradnak, tehát mindig lesz annyi gyerek, hogy érdemes ezt a munkát csinálnunk. Mint Faragó Lászlótól megtudtuk, a bajnokságok után hamarosan a bozsikos megmérettetések is elkezdődnek, új helyszínen, Kiskörösön. Az átszervezés új feladatokkal terheli a sportegyesületet, amelynek egy másik kihívással is szembe kell néznie évről évre a szezon kezdetén, a korábbi ifisták távozásával. Most megint újra össze kell raknunk a társaságot. A legnagyobb öröm attól függetlenül, hogy Solton voltunk most az első fordulóba. Egy 2-2-es, nagyon szoros és nagyon kemény meccset játszottunk. Azt kell tudni, hogy a Solt ugye lehet játszani 5 darab túlkorosnak. Ez 2004-es gyerekeket jelent, mi csapatunknak a fele 2009-es. Hát az elég nagy a korkülönbség, és itt ebben a korosztályban ez még sokat számít. Itt kezdenek fizikálisan fejlődni a gyerekek. A Méhecskék Sportegyesület elnöke továbbá megosztotta, voltak játékosaik, akiket a felnőtt csapatba vittek tovább. Nem volna baj, hogyha ilyen kúrensebb meccsekre visszakapnánk, de ugye rájuk ott is szükség van. És ez megint nagy öröm, hogy a legjobb ifistám most már másodszor kezdő, és majdnem végigjátszott a megye egyes meccseket 16 éves létére, és most az egyetlen kalocsai gólt ő szerezte. Tehát azért úgy látszik, hogy a munkánknak van némi eredménye. Hát ugye a serdülő csapatunk az nagyon jó lesz, én biztos vagyok benne, hogy bajnokságot fognak nyerni. Most az egyik nagy ellenféllel, a Halasi Sziládi csapat ellen csak 19-et tudtunk rúgni, és nem kaptunk gólt. És úgy, hogy ott sem volt ott mindenki, tehát ha mindenki ott van, akkor még esetleg lehet, hogy több is, de nem vagyok telhetetlen nagyon, és ami a legfontosabb, hogy nagyon szép játékkal csinálták ezt végig a gyerekek. Tényleg nekünk a mérkőzés a dolgozatiratás, tehát ugye tanítunk hol ezt, hol azt, hol amazt az edzésen, és a meccsen megnézzük, hogy ebből mi marad meg, és itt most nagyon sokat visszakaptunk ezen a meccsen. Jó, hát az ellenfél is hagyta itt kicsit, tehát olyan volt, hogy meg is tudták se, de volt erre már példa, hogy volt olyan ellenfél, aki ugyanilyen osztálykülönbséggel volt a két csapat között, és döntetlent játszottunk velük, mert mindent kihagytunk, stb. Például ilyeneken mentett tavaly a bajnoki cím az U19-be. A Méhecskék az U7-es korosztálytól egészen az U19-es korosztályig várja a sportolni vágyó fiatalokat. A jelentkezés továbbra is nyitott, fiúknak és lányoknak egyaránt.
29 csapat 77 horgászának részvételével indult el szeptember 11-én szerdán a 6. alkalommal megrendezett 4 napos non-stop szelídi ponty és amúrfogó verseny. Az országos megmérettetés résztvevőinek nem csak egymással, hanem az esővel érkező őszi időjárással is meg kell küzdeniük. Kupák, érmek és ajándéktárgyak sora várta a szelídi Holtvén kempingbe érkező 4 napos megmérettetésre jelentkező horgászcsapatok tagjait szerdán, az országos verseny megnyitóján, melyen elsőként Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ha visszaemlékszünk évekkel ezelőtt, azért nem volt ennyi fiatal, meg nem volt. Ez egy nagyon fontos dolog, nem csak nekünk itt lévőknek és családoknak, hanem maga a szelídi tónak, maga a horgászatnak is. És úgy látom, hogy ez a verseny valahogy fejlődik, nem csak akár a fogásokban, nem csak a csapatszámokban, hanem gyakorlatilag abban, hogy a fiatalok is itt vannak velünk. Az MBH cég, a Dunapatai Horgász Egyesület, cégek és magánszemélyek által támogatott horgászverseny Csókás András, a Dunapatai Horgász Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a versenyzők köszöntése után örömét fejezte ki, hogy a verseny ilyen népszerűnek bizonyul. Töretlen a versenyzők lelkesedése, a verseny egyre népszerűbb. Ha jól tudom, akkor talán még pluszba lett volna 20 csapat, akinek a nevezését már nem tudták fogadni. Tehát egyre többen szeretnének részt venni. Nyilván azért, mert a verseny szervezés kiváló, és kiváló a szelídító halálománya, amiért az Dunapatai Horgász Egyesület mindent megtesz. Tehát a versenyeket mindig egy komoly telepítés előzi meg. Ezt a versenyt is egy 3100 kg-os telepítés előzte meg, amiből 1000 kg 5 kg feletti ponty volt, ami visszaengedős. Nyilván ez az egyensúly, vagy az átlagsúlyt, ez a magas egyensúly fogja emelni az átlagsúlyt, a fogások átlagsúlyát, és a verseny teljes bevételét halasításra fordítjuk, kiemelten nagy halak telepítésére. Tehát ami a tavaszi és őszi pontyfogó versenyeken befolyik összeg, az teljes mértékben nagyhalak telepítésére fordítja az Egyesület. Györgye László a megnyitón kiemelte, a 10 kiló felett kifogott pontyok és amurok esetében a versenysúly duplázódik, bármikor, akár éjjel 2 órakor is a 8 kiló felett kifogott halakat azonnal jelezni kell, hogy azok mi hamarabb és minél kiméletesebben kerüljenek vissza a tóba, hívta fel a figyelmet a főszervező. A megnyitón kisorsolták a horgászhelyeket, melyet követően 13 órától kivethették horgaikat a versenyzők. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval legközelebb kedden jelentkezünk. Viszontlátásra!